A magyar kultúra élő, folyamatosan változó, integrációért kiáltó érték, és semmiképpen sem egységes és állandó. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az Alsóörsi Kultúra Napi rendezvényt Vándorfi László, a Pannonvár Színház igazgató rendezője. Elmondta, az idegen népek hódoltsága alatt töltött évtizedek fájdalmasak voltak, de ezen idők szenvedései közben vált sokszínűvé kultúránk. És amikor megérkeztünk ide, a hányatott történelmünk alatt, amiről egyébként Kölcsey Ferenc örökbecsű műve is szól, mennyi hódoltság volt felettünk, 300 év török, és folytathatnám még. De mennyi eredményt és mennyi értéket nyertünk ebből? Igaz, hogy rengeteg fájdalom és szenvedés gyötörte a magyarságot, de mennyi szép épület, mennyi gyönyörű szép szó, magyarrá vált szó maradt mondjuk a török kultúrából, a török hódoltságból. A magyar költészet fantasztikus, nemzetközi szinten is elismert érték, és legyünk büszkék arra az örökségre, amink van, zárta beszédét. Kegyelmes uram! Tréfálni méltóztatunk? Az a nagy kedvem van tréfálni. A parlamentet becsapjuk. Az rendben volna. Bánom is én, csak még egyszer fiatal lehetnék. Kegyelmes uram! De mégis! Uaj, hagyd nekem békét! Majd betömjük a pofáját egy pár nagy szájúnak. Ki ért az ilyesmilyen? Én nem. A Lajcsi se. A Lajcsit már régen rúgni szeretné az öreg. Kegyelmes uram! Elpacolta az egészet. Micsoda marha! Jaj, az oldalam! Kegyelmes uram, talán rosszul van? Rosszul a fenét, öreg szamár vagyok, vén csataló. Bánom is én, ha kormányozhatok, kolerát is adom el Amerikának. Csak még egyszer meg tudnék ropogtatni egy női derekat. Karinti Frigyes a Bűvös Szék című komédiáját adta elő az Endrődi Sándor Református Általános Iskola színjátszó csoportja a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A zsúfolásig megtelt Eötvös Károly Művelődési Házban óriási sikert aratott a színdarab. A felkészítő tanárt és az ifjú tehetségeket a közönség ováció után a település polgármestere méltatta. Szuper Miklósné olvasta fel az ünnepség keretében hagyományosan átadott, az Alsóörsi Csipkeműhely által alapított örökségdíj díjazottjainak laudációját. Alsóörs testülete egyhangúan támogatta, hogy Decsiné Kis Márta az 1972 óta a település közösségében végzett többek között néptánc tanítói és énekkari munkájáért, valamint kántori szolgálatáért átvehesse a Szalai Vilmosné által készített csipkét. Nagy örömmel tölt el mindenképpen, ahogy már mondtam, váratlanul ért, nem gondoltam rá, de mindig nagy szeretettel és odaadással dolgozok azon, hogy Alsóörsnek a kulturális élete szebb legyen. És ez vezérel mindig a segítség, tényleg a jó akarat, és azt is fogom mindig segíteni, fogom Alsóörsöt, mert nagyon, nagyon szép és értékes emberek élnek itt Alsóörsön. A másik elismerésben részesült lakos Tóth Zoltán, aki 1972-ben költözött a faluba, a Horgász és a Polgárőr Egyesület alapító tagja. Nyugdíjas kora óta fafaragással foglalkozik, munkájával a település hírnevét öregbíti. Egy meglepetés először is, és hát egy öröm mondjuk ilyen szempontból. Hát a jó pár éves munka után azért egy minden, akármilyen kis elismerés, egy oklevél azért egy jó érzés. Főleg egy ilyen napon, mint a Kultúra Napja. Az iskolások szórakoztató előadását teljes egészében híradónk után a Kistérségi Magazinban nézhetik meg.